A Józsavárosban idén különleges alkalomra készültek, hiszen augusztus 16-án és 17-én a Józsavárosi Napok 50. jubileumi évfordulóját ünnepelték. Az évtizedes hagyományokra visszatekintő kétnapos rendezvény sajátos programokkal kínál kikapcsolódást és szórakozást minden korosztály számára. A Józsavárosi Napok története 5 évtizeddel ezelőtt kezdődött, és azóta is töretlen népszerűségnek örvend. Célja, hogy közösségépítő jellegével és gazdag program kínálatával minden résztvevő számára felejthetetlen élményeket nyújtson. A pénteki napon a sporté volt a főszerep, hiszen az Együtt a Családért Kulturális Egyesület szervezésében és az elmúlt 5 évben az önkormányzat támogatásával megvalósuló programsorozat a Józsavárosi Művelődési Ház előtti téren kezdődött. A látogatók különböző sportbemutatókat tekinthettek meg, sporteszközöket próbálhattak ki, valamint részt vehettek tornán, jógán, asztali tenisz tornán. A rendezvény célja az egészséges életmód népszerűsítése, így minden korosztály számára kínált programokat, a gyerekektől kezdve az idősebbekig. A szombati nap ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét, melyen a szervezők a múltat is felidézték. Nagy büszkeség ez számunkra, nagyon-nagyon sokat teszünk azért, hogy a közösség jól érezze itt magát, hiszen ennek nem csak hagyományteremtő szerepe van, hanem egy közösségformáló erőt is hordoz magában. És hát a nagy büszkeség az az, hogy márciusban ez a rendezvény a Nyíregyháza értékét képviseli most már, ugyanis bekerült a Nyíregyházi Értéktár gyűjteménybe, így a Józsavárosi Napok az már egy nyíregyházi érték, hiszen Nyíregyházának ez az egyetlen olyan városrésze, a Józsavárosi városrész, ahol 50 évvel ezelőtt életre hívták ezt a rendezvényt a közösség építése céljából. Az akkori szervezők azért indították útjára ezt, hogy remélték, hogy nagyon sokáig, minden év augusztus 20-át megelőző hétvégén lesz egy ilyen közösségépítő program, és ezzel büszkék vagyunk, hogy ebbe bele tehettük az energiánkat, és 50 éve folyamatosan Józsavárosi városrész az, ahol Nyíregyházán egy ilyen nagyszabású rendezvény megvalósul. Nagy Szabina, a városrész önkormányzati képviselője a megnyitón arról is beszélt. Gyermekként sokat jelentett számára a Józsavárosi Napok rendezvény, és szervezőként is arra törekszik, hogy olyan színvonalas programokat valósítsanak meg, mint amilyeneket sok évvel ezelőtt ők is megtapasztalhattak. Erről beszél dr. Szabó Tünde kormánybiztos is a színpadon, aki hangsúlyozta, szép emlékekkel tér vissza újra és újra az eseményre. A jubileumi Józsavárosi Napok megnyitóján Tomaszowski Anita, a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár igazgatója, egyben a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottságának elnöke arra emlékezett vissza, hogyan került be a rendezvény az értékek közé. Ennek emléklapját ünnepélyes keretek között adta át a szervezőknek Nyíregyháza polgármestere, dr. Kovács Ferenc. Ez egy óriási dolog, egy rendezvény 50 éven át, minden évben megrendezésre kerül. De sok mindent jelent, az, hogy ennek a városrésznek van egy erős, dinamikus közössége, aki fontosnak tartja a hagyományok, az értékek őrzését, tápolását, átadását is, mert hogy 50 év alatt több generáció nőtt már itt fel. Jelenti azt is, hogy hát tulajdonképpen Józsavárosi Napok programsorozata Nyíregyháza legnagyobb múltú rendezvényei közé tartozik. És hát azt is, hogy itt van egy szervezőcsapat, és van egy képviselet, konkrétan Nagy Szabina képviselőasszony körülötte lévő csapat, akik ezt lelkesen minden évben szervezik, és nagyon-nagyon jó érzés ide jönni, és hát azt gondolom, hogy az itt élőknek nagy büszkeség. Dr. Kovács Ferenc polgármester a színpadon hangsúlyozta, a városrészben az elmúlt időszakban számos fejlesztés valósult meg, így reméli, még sok éven keresztül hoz vidámságot a program a városrészben és a városban élők számára. A megnyitó ünnepség végén a szervezők felvágták a jubileumi alkalom tortáját, melyet a Vescsik Vilmos Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola diákjai készítettek, és 550 szeletes volt. A nap folyamán mazsoret bemutató, termékkóstolók és kiállítások, különböző bemutatók, illetve színpadi fellépők szórakoztatták a közönséget.